Idén is folytatódtak a tavaly elkezdett fejlesztések az Országos Mentőszolgálatnál. Az év második felében például egy teljes digitális dokumentációs rendszer áll fel, ehhez körülbelül 800 darab tabletet osztanak majd szét országszerte. 2010 óta több mint 30 mentőállomás épült és újult meg országszerte. 780 mentőautót cseréltek le, megújították a mentésirányítást és jelentős bérfejlesztést indítottak. Utóbbi során 7500 munkatárs béremelése történt meg. A tapasztalat az, hogy egyre többen választják ezt a munkát, közölte az EMMI államtitkára. Az egészségügyi ágazaton belül kiemelkedett a mentőszolgálat béremelési programja, hiszen 2016 és 2018 között 67%-kal emelkedett a mentődolgozók bére. Az idén az őszi ágazati bérfejlesztést előrehozták januárra, és ezen felül az év elején plusz 10%-os béremelésben részesültek a mentődolgozók. Jövőre pedig egy szintén 8%-os béremelésre számíthatnak. Vendégem a téma kapcsán a stúdióban dr. Kocsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi régiójának igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nézőket. De pozitív dolgokról mindig jó beszélgetni, és nem is baj, hogyha minél többen hallják. Hogyan kell elképzelnünk ezt a fejlesztési folyamatot, amit mint hallhattunk, ugye már az elmúlt esztendőben elkezdődött, és még mindig tart. Mit sikerült megvalósítani a tervekből? Tehát minden tervszerűen halad-e, és mi maradt még hátra? Meddig látnak előre? Igen, ez egy több éves tervezési folyamatnak gyakorlatilag most körülbelül a középfázisában vagyunk. Számos cél tűzött ki a jelenlegi menedzsment, hogy hogyan lehetne az Országos Mentőszolgálat versenyképességét, funkcióját javítani, jelenlegi helyzetét megerősíteni, és ennek az egyik kulcsfontosságú tényezője volt az új mentőautók, tehát a mentőautóparknak a korszerűsítése, annak a javítása. Ennek kapcsán ebben az évben egy 117 mentőautó beszerzésére lett lehetőség kormányzati forrásból, és ebből a 117 mentőautóból gyakorlatilag itt szeptember hónapban 21 kerül a átadásra, abból az elmúlt héten például ebben a régióban 6, Szabolcs megyében 4 új mentőautó meg is érkezett, és a következő fennmaradó 96 mentőautó, az pedig jövő év áprilisa körül várható, hogy végleg átadásra kerül. Úgy kell számolni, hogy hetente 5-6 új mentőautó gördül le a szerelő műhelyekből, és kerül fokozatosan át. És hogyha ez a 117 új autó bekerül a rendszerbe, akkor az elmúlt években összesen 780 darab új mentőautó került az Országos Mentőszolgálat gépkocsi flottájába. Ezzel gyakorlatilag a mentőautók átlag életkora 5,5 évre csökkent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viszonylag nagyon jól állunk, azt kell, hogy mondjam, mert az itt futó 51 mentőautóból eddig 44 darab már új mentőautó, úgyhogy a nagy része gyakorlatilag már új sárga mentőautó, és ezek olyan korszerű mentőautók, amelyek nem csak a műszaki felszerelésben korszerűek, hanem a kialakításában és az eszközparkjában is gyakorlatilag a világ, az Európai Unió bármely tagországában megállnák a helyüket. Úgyhogy ezek remélhetőleg hosszú távra biztosítani fogják a stabil mentési helyzetet az országban, és így a régióban is. Amelyik mentőautó nem új, az mennyi idős? Gyakorlatilag heterogén a kép. Jelenleg az Országos Mentőszolgálat gépkocsi flottájában Ford típusú, Volkswagen típusú és ugye az új Mercedes típusú mentőautók azok, amelyek szolgálatot teljesítenek. 13 éves korában minden mentőautót ki kell vonni a forgalomból, mentésben már nem vehet részt. Tehát, mint mondtam, gyakorlatilag itt Szabolcs-Szatmár-Berekben hál' Istennek a kocsik nagy része már új mentőautó, és a többiek pedig Volkswagen típusúak és Ford típusúak, ők gyakorlatilag reményeink szerint, ha ilyen ütemben zajlik az új autók érkezése, mint mondtam, az elmúlt héten gyakorlatilag csak 4 ide Szabolcs megyébe érkezett, gyakorlatilag elérjük azt, hogy az év végére az összes autónk új mentőautó lesz ebben a megyében. A fejlesztési folyamat, amit említett, ugye, hogy több éven át zajlik majd, és véletlenül érzékelhető is lesz majd nap mint nap. Mi mindent rejt még magában? Mit hozhat még? Ugye az autó az csak egy dolog.
Ahhoz, fontos, de... így van, de ahhoz két fő elengedhetetlen tényező van még, a képzett humán erőforrás, illetve ugye az eszközrendszer, amivel dolgozni tudnak a betegek érdekében. Mind a kettő további kérdés prioritást élvez. Ebből a szempontból ugye az államtitkárság már bejelentette a bérezési rendszernek a javítását és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, de a bér sem elengedhetetlen dolog, de nem csak egyedüli dolog, mert ugyanolyan fontos, hogy milyen körülmények között, milyen eszközökkel és milyen ruhában, munkaruhában dolgoznak például a bajtársak, és ezzel párhuzamosan elindult egy 1 milliárd forint értékű új munkaruha beszerzés, és ez gyakorlatilag ebben az évnek a nyarán be is fejeződött, úgyhogy a bajtársaknak gyakorlatilag a 4/5-e már új típusú munkaruhában tud dolgozni, a többiek ugye, akik még nem részesültek új munkaruhában, azok az egy éve érkezett új dolgozók, akinek a folyamatos ruhával történő munkaruhával ellátása is meg fog történni. Tehát gyakorlatilag megtörtént a bérezés mellett a megfelelő korszerű munkaruhával történő ellátása a bajtársaknak. És ugye a harmadik fő dolog, hogy milyen eszközzel dolgoznak. Ennek érdekében egy nagy értékű eszköz beszerzésre nyílik lehetőség, és ennek pályázata lezárul, és ez év végén gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy az Országos Mentőszolgálat mentőegységein az úgynevezett nagyértékű eszközök, mentés technikai eszközök, itt lélegeztető gépeket kell érteni, EKG defibrillátor készülékeket, amelyek milliós tételek. Ezek gyakorlatilag az év végére az Országos Mentőszolgálat esetrohamkocsijaiban teljes mértékben lecserélésre kerülnek új típusú korszerű mentős technikai eszközökre. Tehát gyakorlatilag meg lesz a megfelelő gépjárműpark, a megfelelő eszközrendszer, a humán erőforrás, akinek remélhetőleg a bérezése, munkaruhával való ellátása is megalapozza azt, hogy itt hosszú távra stabil, kiegyensúlyozott mentési tevékenységet lehessen végezni. Az autókra egy kicsit visszatérve, illetve hát ez az eszközökre is vonatkozhat, kevésbé az emberekre, a humán erőforrásra, valaminek a lecserélése, vagy újak üzembe helyezése. Mi a jellemző? Gyakorlatilag a nagyértékű eszközök teljes mértékben újak lesznek. Tehát hiánypótlás lesz. Nem, újak. Tehát lecseréljük a most működő eszközparkot, ami most a kocsikon található lélegeztetőgép, EKG, újraélesztő készülék, ezek új eszközökre cserélődnek. Néhány év alatt ezek az eszközök a természetes amortizáció folytán azért cserére szorulnak, tehát ez gyakorlatilag már váratott magára, hogy minél hamarabb ezek a nagyértékű eszközök szépen lecserélésre kerüljenek, és ezek általában úgy kell elképzelni, hogy ezek általában egy típusúak, és ezeket egyszer kampányban, egyszerre lehet szépen lecserélni, és utána rendszerbe állítani, és rendszerben is tartani. Mennyi időt vártak arra, hogy elindulhasson ez a komoly fejlesztési folyamat? Gyakorlatilag az elmúlt 4-5 év az, ami ilyen ugrásszerű fejlődést tett lehetővé, és ez, mint mondtam, említette, érinti a gépjárműparkot, munkaruhát, bajtársak bérezését, ruháját, de nem lehet szó nélkül elmenni a mentőállomás hálózat korszerűsítése mellett is. Számos mentőállomás igényel felújítást, illetve attól függően, hogy a mentési helyzet hogy alakul egy adott régióban, új mentőállomások és mentési pontok is nyíltak, illetve speciális mentőegységek is életre hívódtak itt az elmúlt években, például Szabolcs megyében is egy speciális mentőorvosi kocsi jött létre Baktalóránd házán a térségébe, ahol mentőállomás ha nem is, vagy esetkocsi ha nem is, de ez a mentőegységnek az életre hívása az abszolút indokolt volt, és ennek a feladata, illetve az általa ellátott tevékenységet folyamatosan monitorozzuk, például fejlesztési ígérettel vagyunk, hogy bizony ez 24-es formában működjön tovább, és ez a régió több helyén megfigyelhető volt, hogy nem csak egy mentőegységnek a rendszerbe állítása következett be az elmúlt években, hanem az megtalálta a helyét a rendszerben, és annak a fejlesztésére is az elkövetkezőekben lehetőségig nyílik. Úgyhogy mi büszkék vagyunk arra, hogy itt a régióban, ami három megyét érint, bizony ezeknek a mentőegységeknek a továbbfejlesztése is ígéretet is támogatást kapott a jövő években vonatkozóan. Mi jellemzi az elmúlt éveket, illetve a jelenlegi állapotokat? Van kedvük az embereknek a mentős munkához? Van elég szakember, vagy keresni kell őket?
Hál' Istennek az Észak-Alföldi régió az egy nagyon stabilan és kiegyensúlyozottan működő régió a humán erőforrás tekintetében. Gyakorlatilag jelenleg a régióban üres státuszról nem beszélhetünk, várólistán vannak gyakorlatilag kollégák majdnem minden munkaköri csoportban, tehát gépkocsi vezetői, mentőápolói munkakörben és mentő tiszti munkakörben is minden státuszunk betöltött, és szabad státuszra várólistán vannak bajtársak, hogy kerül, szabaduljon, örüljön munkahely. Úgyhogy ebből a szempontból kiegyensúlyozottan működik a régió, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, a rohamkocsi szolgálat tekintetében, a szakorvosi park tekintetében itt az elmúlt években Szabolcs megyében is kedvező irányú változások következtek be, tehát szakorvosokat, szakorvosi jelölteket sikerült a rendszerbe beállítani, megnyerni. Természetesen ehhez a sürgősségi betegállató osztályokkal, illetve a kórházok vezetőivel, menedzsmentjeivel történő nagyon jó kapcsolat eredményezte azt, hogy ők is belátták, hogy ez egy olyan rendszer, ahol minden résztvevőnek egyformán ki kell venni a részét ebből a munkából, és így gyakorlatilag, mint mondtam, szakorvosi vonalon, szakorvosi jelölti vonalon is kerültek be kórházi orvosok a mentőszolgálat keretei közé, és így biztosítjuk a legmagasabb szintű ellátó egységet, ami az országos mentőszolgálatnál most rendelkezésre áll, ez pedig a rohamkocsi szolgálat, de ehhez orvos szakorvosi jelenlét kívánatos. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba és tájékoztatta a kedves nézőket a témában.